Sziasztok, ez itt a Kontextus, és ma fociról lesz szó, egy kicsit másképp, mint ahogy szoktunk róla beszélni, és a vendégeim pedig Szabó Balázs, önkormányzati képviselő Újpesten és Újpest szurkoló, illetve Szabó Levi, a Troll Foci főszerkesztője. Sziasztok! Szervusz! Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást. És arra gondoltunk, hogy itt a lehető legjobbkor találkoztunk egyébként, mert már túl vagyunk az angolokkal szembeni második mérkőzésen. És én sem gondoltam volna, hogy lehet überelni ezt az 1-0-át, amit lehet úgy értelmezni, hogy persze kicsit ajándékba kaptunk egy 11-est, vagy egy lehetőséget a 11-esre, de azért, hát ahogy Kurz ezredes szoktam mondani, azért ennyire ritkán verik el az angol válogatottat, mint most a magyart, és én nagyjából néhány éve azért hallgatom ezt, hogy ez mindegyik szerencse, meg talált dolog, meg stb. Ez most is így van. Ez most is szerencse, nem? Tehát most értem. Az angol D-válogatott, az angolok nem veszik komolyan. Kane, ő a D-válogatott? Igen, meg a Maguire is hasonló, ilyen nem tudom hány 100 millió eurós játékosok. Hát olvasni ugye ilyeneket is, hogy az angolok nem veszik komolyan ezt a nemzetek ligáját, kísérletezős fázisban vannak, tehát ez a blablabla szöveg mind. Tehát azért is jó, hogy most találkozunk, és köszönöm a meghívást, mert ugye itt 4 mérkőzés áll most mögöttünk, és volt abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mind a 4-en ott tudtunk lenni, mint ahogy az elmúlt 20 évben a legtöbb válogatott meccsen én például megfordulok, akár hazai, akár idegenbeli mérkőzéseken. És nagyon jó ez a téma így a nyári szünet előtt, a bajnokság befejeztével, meg a következő szezon előtt, erről lehet beszélni, hiszen ennek a válogatott mérkőzések körüli lelátói történéseknek azért van most aktuál politikai vonatkozása is, tehát erről is lehet majd beszélni szerintem itt ebben a műsorban. Abszolút. Hát, hogyha rátértél erre, akkor kezdhetjük akár ezzel is, mert még egy dologra szeretnék kitérni, mert ez a szerencsénk volt történet. Én mindig attól félek, amikor van egy ilyen siker. Én sajnos csak otthon néztem ezt az angol-magyart, és mindig az a félelmem ilyenkor, amikor van egy ekkora siker, akkor utána jön egy, nem tudom, Andorra elleni meccs, ahol kiszívunk, meg tehát valami Albánia ellen kétszer, vagy szóval valami hasonló, és hogy hát, ha ti, akik még jobban követitek ezt a dolgot, meg tudtok nyugtatni, hogy nem erről van szó. Szóval, vagy azt mondjátok, hogy hát annyira kiszámíthatatlan ma valójában a futball, hogy bármelyik megtörténhet ezek közül. Szokott, és hogy ez a természete. Szokott lenni ilyen, és feltétlenül most is lesz. Majd elkövetkezik majd egy-egy ilyen mérkőzés, de addig pedig próbáljunk örülni, és próbáljuk meg ezt a kegyelmi állapotot, én ennek nevezem, ez egy kegyelmi állapot, ami most a magyar válogatott körül van, és én ennek a kezdetét olyan 2015 környékére datálom alapvetően. Tehát amikor a 2016-os EB selejtezőket vívta ez a válogatott, akkor kezdődött el a magyar stadionokban, a magyar lelátón. Ez nagyjából összefügg azzal az időszakkal is, amikor a Ferencváros stadionjába költözött a magyar válogatott, és ott kialakult egy szervezett szurkolói mozgalom, ami a 2016-os franciaországi Európa-bajnokságon ugye világhírűvé is vált, és Európa szerte egy nagyon pozitív képet tudott festeni a magyar lelátói mozgalomról. És én azt hittem, hogy az majd az idővel véget fog érni, és előbb-utóbb ennek vége lesz, de nem. Tehát én azt gondolom, hogy 2014-15 óta tart a magyar válogatott mérkőzésein a szurkolói kultúrának egy ilyen felemelkedő, felívelő szakasza. És ezt általában szemben is szoktam állítani a klubcsapatoknál tapasztalható, megérzékelhető lelátói aktivitással. Azt gondolom, hogy a klubcsapatoknál a szurkolók táborok és a szurkolói csoportok nem feltétlenül ilyen felívelő pályán vannak. Az biztos, hogy nem ennyire folyamatosan. Ugyanakkor a válogatott mérkőzéseken, ami körbeveszi az ottani lelátói életet, az egyértelműen és egy megszakítatlanul egy jó és egy felívelő pályát jár be. És ez valamiért most megint jó helyen van. Én nagyon szeretek mostanában válogatott meccsre járni, és össze tudom hasonlítani, hiszen már több mint 20 éve járok válogatott meccsre, és emlékszem, amikor 3000 néző Litvánia ellen, meg 500 néző az észtek ellen a Fradi pályán, tehát össze tudjuk hasonlítani, hogy milyen volt régen és milyen most, és most ezért neveztem kegyelmi állapotnak ezt az időszakot. Nem tudjuk, hogy ez meddig fog tartani,
feltétlenül nem örökre. De ameddig ez van, addig érdemes szerintem ezt megbecsülni. Ez a felfelével is, ez mennyiségi vagy minőségi kérdés? Én azt gondolom mind a kettő. Szerintem mind a kettő. És főleg minőségi. Hiszen... Meg lehet nézni, a Puskás arénában ugye folyamatos ilyen koreográfiák vannak, tehát nem az van, hogy egy szűk 50-100 fős max szurkol, hanem tehát ott az egész három lelátó. Meg ez a vonulások, tehát azok szerintem meg parádésak, tehát a világ minden pontján, ugye volt a híres Marseille vonulás például, tehát szerintem az tacsik. Na, arról az egyre sikerült lemaradnom. Igen, nekem is, tehát másnap láttam képekből. Úgyhogy én azt gondolom, igen, tehát hogy nagyon jó idegenbe is utazni most a magyar válogatottal, hiszen standard lett az, hogy a magyar szurkolók egyrészt elutaznak annyian, hogy érdemes legyen egy helyen találkozniuk, együtt vonulni a stadionhoz, és nem az van, mint régen, tényleg 20 évvel ezelőtt, 2003-ban, 2004-ben voltunk Rigában, 60-an, és akkor úgy kellett be kellett ott sunyogni a vendégszektorba, hogy hát, ha nem vernek meg a meccs előtt, hát, ha nem vernek meg a meccs után, meg 9-en mentünk kis busz a Kisinyovba. Persze az is jó volt, de azért mégiscsak jobb, amikor több száz magyar elmegy egy európai, vagy akár kelet-európai városba, és ott kitűzi a magyar zászlót, és együtt több százan érkezik meg a stadionhoz, és nagyon jó hangulatot teremt, és általában ezek a mérkőzések többnyire azért pozitívan zárulnak. Számunkra persze vannak ilyen meccsek, mint az Andorra, meg egy-két ilyen vereség nyilván becsúszik, és be is fog még a jövőben, de azt gondolom, hogy én ezt a 2014-15 óta tartó időszakot, én ezt nagyon jó helyre rakom majd el az életembe. Ez egy nagyon jó emlék számomra, hogy ez megadatott nekem, és két Európa-bajnokságon ott voltunk. Úgyhogy én ezt így élem meg, és nagyon jó lesz majd a gyerekeimnek, unokáimnak mesélni ezt az időszakot. És a klubcsapatokban tapasztalható gyengébb fejlődés, ez csak a focira vonatkozik, amit mondasz, mert én inkább a jégkorongot azt jobban követem, és most voltam nem olyan régen egy Volán meccsen. A Volán az nem az osztrák ligában játszik, tehát nem magyar csapatok ellen, és ott én azt tapasztaltam, hogy az osztrák szurkolókkal szemben azért előnyben vagyunk, tehát intenzívebb volt a szurkolói. Egy másik szurkolói kultúra, én úgy vélem, nem? Abszolút, meg hát jó embert kérdezze pont egy újpestit, tehát nálunk katasztrófa az, ami az utóbbi években van, tehát eleve ugye nem járunk meccsre, járunk, de csak félig, tehát egy nagyon küzdelmes időszak van az újpesti szurkolók mögött, és hát mindenki várja azt a tulajdonos váltást, ami Újpesten nem nagyon akar jönni, de hát most már állítólag 10 nap múlva, amikor ezt az adást fölvesszük, 21-e van, tehát 9 nap múlva elvileg a klubot eladják, hát kételkedek egyébként, de legyen így, legyen igaz azoknak, akik ezt mondják, hogy ez meg fog történni, na akkor majd esetleg egy új korszak kezdődik talán Újpesten is. Hát ilyen felívelő szakaszról nyilvánvalóan sem Újpesten, sem a másik magyar szurkolótáboroknál nem tudok feltétlenül felidézni. Egy-egy fellángolást talán fel tudok, de hogy konstans módon, folyamatosan, minőségbeli és mennyiségbeli fejlődés legyen, azt klubcsapatok esetében nem állítanám. Én Andorrára kicsit még visszatértem volna, vagy vissza is térek. Hát ugye az oldalunk csak pozitívan jöhet ki bármiből, tehát egy győzelemből és egy vereségből is egyaránt. Ez a trollkodásnak az előnye, nem? Tehát pontosan igen. Tehát ugye emlékszem, kim voltunk a stadionba, nem előtte ugye elmentünk Andorrába, és a hotelben a recepciós is játszott a futballcsapatban. Tehát ő fogadott minket, azt hiszem, két nap a korábban a szállodába, és mondta, hogy igen, ő is játszani fog, és majd nézzük, mondom, oké. Tehát ki is kaptunk annak rendje és módja szerint. Tehát ott tényleg mindenki ki volt, meg mindenki ideges volt, feszült volt. Tehát én voltam úgy egyedül, hogy oké, rossz, hogy kikaptunk, meg minden, de hát holnaptól az oldalon olyan komment, like dumping lesz, hogy az valami elképesztő. És ez így is történt. Azt hiszem, hogy valami 3 vagy 4 milliós heti elérést produkáltunk akkor. Viszont ugye sokkal jobb a győzelmekről posztolni, meg arról, hogy Szoboszlai 30-ról bevágja, vagy Sallai duplázik az angolok ellen, mert azért sokkal jobb örülni. Ugye szoktuk mondani, hogy anno a 8-1-en azt sírva Vigad a magyar elven túléltük, viszont ezeket a győzelmeket azért sokkal jobban meg lehet lovagolni. Ezt látjuk is a számokon, lájkokon, mindenen. Azért azt gondolom, hogy egy Anglia elleni 4-0 az kimeríthetetlen humorforrás jelent, tehát évekre előre. Ezt nekem is föl is rótták két nap után, hogy
hogy nem mondjuk még az angol, mi meg nem. Én nagyon nem mondom, te nem. De most komolyan, az a, hogy amikor 1954-ben vertük meg 6-3-ra az angolokat. 53-ban. Tehát azt azóta emlegetjük. Most meg eltelt két nap, és már ránk szólnak, hagyjuk már. Hát csak tudod, nem volt jó a védekezésünk, mert 3 gólt kaptunk. Tehát, igen. Pontosan. És mi történt egyébként, tehát mi volt amögött, hogy 2015-től kezdődően létrejött egy ilyen szurkolói kultúra? Azért akarok a szurkolókra külön kitérni, mert kicsit ilyen feketeseggű csapat még, mintha mindig az lenne, meg ugye voltak itt korábban is ugye a hivatalos klub tulajdonosok, meg futballpotentátok és a szurkolók között azért voltak szembenállások, most utalnék itt ugye a Vena Scanner sztoriára és hasonlókra, és minthogyha azt akarnák elérni, mert tudjuk, hogy az angol szurkolók azok milyenek, de hogy az angol szurkolókat szeretnék lecserélni ugye nézőkre, és minthogyha itthon is lenne egy ilyen szándék, hogy a szurkolókat le kell cserélni, és nézni. Tehát, hogy hot dog, popcorn, nem tudom én micsoda, és akkor mindenki el van, ugyanúgy, mint egy, nem tudom, lóversenyen, vagy nem tudom micsodán. Tehát, hogy minthogyha még nem becsülnék meg eléggé ezt a szurkolói kultúrát, pedig valamennyi része biztos, hogy van egyébként a mostani sikerekben is, mert ezt maga a válogatott is mondja, hogy ugye őket mindenhova követő szurkolók elég komoly erőt adnak, és elég komolyan... 12. ember, igen. Igen, és elég komolyan gyengítik az ellenfél moráját, akik szintén meg szokták egyezni, hogy azért magyar szurkolók körében játszani, főleg egyébként Magyarországon, az egy kutya nehéz dolog. Tehát mi van emögött, hogy ez fölépült, és hogyan viszonyulnak most a szurkolókhoz? Ezt összekötném olyan objektív körülményekkel is, hogy a válogatott, amikor a Népstadionból átköltözött a Grupama stadionba, ott ki tudott alakulni egy olyan közeg, ami kedvezett ennek a lelátói aktivitásnak, például a koreográfiák terén. Tehát a régi Népstadionban nem nagyon lehetett ilyenekkel foglalkozni, de talán ez az időszak egybeesett, amikor a román túrákkal is, tehát amikor Bukarestbe egymás után kétszer is elutaztunk, ez adott egy ilyen különleges, hogy szokták manapság nevezni, hype-ot ennek a válogatott meccsre járásnak. A nézőszám is megemelkedett az új stadionnal, több néző is tudott kijönni, kulturáltabb lett a válogatott meccsre való eljutás. Tulajdonképpen drága sose volt, tehát olyan különlegesen nagy árat nem kellett sose fizetni egy válogatott meccsjeért, csak nagyon kivételes alkalmak esetében. És hát fölnőttett a kapu mögötti lelátón egy generáció, akiket Kárpátia Brigád néven ismerünk, és ők rendkívül értelmes, kreatív, jól szervezett, többnyire budapesti fiatalok, de tehát normális egzisztenciával, jó munkahelyekkel, egyetemi végzettségekkel. Ők a riasztó fekete pólósok. És ők a fekete pólósok, akiket nagyon szeretem ezt a szót, akit Csányi Sándor fekete trikósoknak nevez, tehát falra tudok mászni ettől a szót, a fekete trikósok. Direkt én is egy ilyenbe jöttem ma, úgyhogy szerintem ez a generáció, aki felnőtt és belenőtt és fölnőtt a feladathoz, hogy ki tud rakni kartonokból, akár több ezer kartonból egy gyönyörű szép élőképet, ez is hozzájárult ahhoz, hogy az emberek szeressenek kijönni válogatott meccsre, mert a meccs mellett kapnak egy ilyen élményt is, és szerintem ez egy óriási dolog. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ez a generáció, ami ott a Kárpátia Brigádnál van, ez minél tovább kitart a lelátón, tehát nyilván ott is azért már ott sem lesznek fiatalabbak az emberek, tehát ott is azért megnősülnek, gyerekeik lesznek, nem feltétlenül az elsődleges lesz majd számukra sem az, hogy válogatott meccsekre járjanak, különösen nem idegenbe, de én azt gondolom, hogy ez a generáció, aki ott a lelátón fölnőtt és ismeri egymást már több mint 10 éve, az egy meghatározó generációja a magyar szurkolói mozgalomnak és lelátói kultúrának. Miért nem értékelik, vagy miért nem egy értékelt réteg ez a szurkoló? Mert igazából arról van szó, hogy marha jó hangulatot csinálnak, nagyon kreatívak, ahogy mondtad, nagyon lelkesítő, amit csinálnak. Én is voltam kint egyébként válogatott meccsen, és az egészen elképesztő, ami ott a helyszínen történik. De nem agresszívek, tehát nem arról van szó, hogy akkor kimennek az utcára, és akkor gyújtogatják a kukákat, meg nem tudom, hogy micsoda. Tehát akkor mi az indoka annak, hogy itt... És mindenki azt hiszi, hogy ez természetes, hogy ez úgy magától van. Tehát, hogy ez nem egy organikus fejlődésnek az eredménye.
az, hogy ez jár neki, hogy ilyen jó hangulat legyen válogatott meccseken, és a másik dolog az, hogy az európai összehasonlításban is megállja a helyét, ami most jelenleg Magyarországban történik. Én például... Tehát nem csak a fociban, hanem szurkolói. Én több száz külföldi mérkőzésen voltam, nekem nagyon nagy szerelmem Lengyelország, laktam is Lengyelországban, nagyon sok lengyel meccsre jártam el. Egyértelműen egy erősebb, sokkal erősebb szurkolói kultúra, mint a magyar, tehát ott nem 6-8-10 klubcsapat van, ami erős és nagyobb létszámú, hanem mit tudom én 200. Ugyanakkor a válogatott meccseken nincs ez a hangulat. A lengyelek nagy sajnálatára is egyébként. Tehát ott most tavaly novemberben játszottunk Varsóban, ott voltam, és hát a gyönyörű szép 60 ezer férőhelyes stadionjukban gyakorlatilag néma csönd volt. Mert ott kiszorították ezt a réteget, akikről mi most egyébként beszélünk Magyarország esetében, és hát ugye ott a szurkolók is hagyták magukat kiszorítani. Tehát itt egy nagyon fontos dolog, hogy ha ilyen törekvés van, már pedig én most félek felfedezni egy-két ilyen törekvést, főleg az MLS részéről, akkor ezeknek ellen tudjunk állni. Tehát ezt a kiharcolt pozíciót, ami nem az ölünkbe pottyant, hanem itt tényleg évek és több tucat embernek a munkája benne van, ezt meg is kell tudnunk védeni. Tehát nem szeretek itt az áldozatpózba feltűnni, vagy feltüntetni saját magunkat, meg a önön saját magunknak a fontosságáról se vagyok egyébként ennyire nagyon meggyőződve, de az biztos, hogy ez nem mindenkinek tetszik. És vannak olyan törekvések most az MLS részéről, amit számomra egyébként érthetetlen. Érthetetlen az, hogy miért üldöznek bizonyos cselekményeket, bizonyos zászlókat. Konkrétan arra is gondolok, igen, tehát ez volt az egyik indoka ennek a mai... Lehet, hogy a nézők nem akkor tudják a sztori. Akkor beavatom a nézőket, hogy itt a legutóbbi németek elleni válogatott mérkőzésen pont egy olyan esetbe keveredtünk mi újpestiek, hogy nekünk van egy nagyon régi zászlónk, amit egy szurkolótársunk, aki azóta már elhunyt szurkolótársunk, Kósa Sanyi, Isten nyugosztalja, az ő festette még a 2000-es évek elején. Több mint 20 éves ez a zászló. Egy nagy Magyarország található rajta, a magyar címerrel és az apostoli kettős keresztel. Ez egy nagyon híres zászló a szurkolói szubkultúrában. Azt is mondhatom talán, hogy Európában is. Ez minden válogatott meccsre jön az Újpest szurkolókkal, éppen amelyik Újpest szurkoló van azon az idegenbeli túrán, az viszi. És ez a zászló mostanában, az utóbbi időben elkezdte szúrni az MLS-nek a szemét, és érthetetlenül állok ezelőtt. És most folyamatosan nekünk ezt a zászlót, tehát most nem akarok ilyen nagy szavakat dúrogtatni, hogy 12 év polgári kormányzás után, meg olyan után, hogy tényleg az egész Kárpát-medencébe öntik, nagyon helyesen egyébként a magyar fociba, a határon túli magyar fociba az állami pénzeket, a közpénzeket, amikor minden egyes meccs előtt elénekeltetik a közönséggel a nélküledet, nagyon helyesen. Minden miniszternek ott van a szobájában, a miniszterelnöknek is a szobájában a Nagy Magyarország, akkor miért pont a mi zászlónk szúrja az ő szemüket? Tehát itt most vélek egy olyan folyamatot felfedezni, és nem csak erről a zászlóról akarok beszélni, hanem tudom én arról is, hogy mondjuk miért kellett plexit építeni a magyar szurkolótábor köré a Puskás arénában. Tehát eddig ez az aréna, ami egy gyönyörű szép és egy nagyon, nagyon jó stadion, eddig ez egy körbesétálható volt. Tehát az volt, ez egy nagyon fontos értéke egy stadionnak, hogy szabadon körbesétálható legyen. Hát most már nem az. Tavaly november óta talán. Tehát ez fontosnak érezte az MLS, hogy fölépítsen ilyen üveg kerítést a magyar szurkolótábor és a magyar emberek közé. Tehát gyakorlatilag egy ilyen ketrecbe van most már a magyar szurkolótábor. Persze ez nem egyedülálló, tehát sok helyen van ilyen a világon, de ez egy jelzésértékű, egy barátságtalan lépésnek gondoljuk. Tehát az, hogy mondjuk nekünk is, hogy ha nem tudsz abba az egy szektorba például jegyet vásárolni, akkor csak az emeletre, vagy csak oldalra tudsz menni, és nem tudod a barátaiddal nézni együtt a mérkőzést. És itt említetted Angliát, hogy vannak ilyen törekvések, hogy Angliában, vagy angol módon szabályozzák a magyar szurkolókat. Hát nagyon remélem, hogy ez soha nem fog elérkezni. Hát most ugye voltunk Angliában is, Wolverhamptonban. Nekem ez gyakorlatilag élvezhetetlen, az a túlszabályozottság, az a... hogy 5 percenként megszegek valami szabályt. Én magam sem tudok róla, hogy megszegtem valamiféle de szabályt. De alkoholt nem is kaptatok, ugye? Hát, alkoholt kaptunk a büfébe, de nem vihettük be a lelátóra. A lelátón elvileg ülnünk kellett volna, de hát most nyilvánvalóan ezt nem valósult meg. De hogyha mondjuk nem 1000 magyar megy ki, hanem csak 120,
akkor azt a 120 embert leültetik szépen ott a rendezők, ha a rendezőknek nem ül le, akkor a rendőrök. Tehát egyébként egy dolog fontos szerintem itt a magyar szurkolói kultúránál leszögezni, hogy amikor létszám van, akkor nem tudnak velünk mit kezdeni. Tehát nagyon fontos, hogy... És ettől félnek, és sokszor olyan helyzetet tudunk teremteni számukra, amikor egyszerűen nem tudnak minket kezelni, és ne is kezeljenek, mert mi tudjuk, hogy mi mit akarunk, mi mit szeretnénk, nem sértünk meg szabályokat, nem csinálunk olyat, ami olyan óriási módon megbotránkoztató lenne, épp ellenkezőleg a hírnevet, presztízst és dicsőséget szerzünk szerintem Magyarország számára, akkor, amikor a hazai pályán gyönyörű szép koreográfiákat csinálnak, például a Kárpátian Brigádnak az aktivistái, meg tagjai, meg amikor megjelenünk külföldön, és sokan, és szervezett módon, nem egy csűrhe benyomását kell. De úgy ezt akartam mondani, tehát, hogy közben vágtam, de tök mindegy, hogy mi történik ma Angliában, mert ugye más volt az alapszituáció. Tehát, hogyha az lenne az alapszituáció, hogy a magyar szurkolótábor rendre szarráveri a várost, meg kibontja az üléseket, meg nem tudom én micsoda, akkor hát gyerekek jobban kéne viselkedni. De hogy nem ez történik. Tehát az történik, hogy jó hangulatot csinálnak, lelkesítik az egész tábort, lelkesítik a labdarúgókat is. Teszik mindezt adott esetben vicces, kreatív, szervezett módon. Tehát hogy olyan gondolat merült föl bennem, hogy... Tehát, hogyha a média meg a vezetők is elsújkolják, meg félnek kvázi így a tábortól, akkor mégis miért van az, hogy ott odafogy el legelőször a jegy a táborba, tele van a tábor kisgyerekkel, tehát oda lógnak be a legtöbben konkrétan. Mindenki szurkolni akar, részt akar venni a mérkőzésbe, a hangulatfokozásba. Volt még egy gondolatom, pont még a zászlóval kapcsolatban, Balázs, aki volt még annó, Feröer-szigeteken, és ott is akarták szedetni, ugyanúgy, és akkor összefutottunk Csányi Sándorra. Igen, emlékszem. És még megadta Balázsnak a titkárnőjének a számát, hogy külön fog foglalkozni az ügyre, mert nem ért, hogy ez miért van, mert ugye a vadászházában, az összes vadászházában ott lóg neki a kandalló fölött a Nagy Magyarország, és nem érti a problémát. Ugye nem a vadászházában, hanem az összes vadászházában lógott a Nagy Magyarország térkép, igen. Emlékszem erre, valóban ez Feröer-szigeteken volt, és hát nyilván nem a Feröer-szigeteki biztonsági szolgálat találta ki, hogy ez egy törvénybe ütköző, tehát ott valami itthonról a szekusok, nem tudom, oda telefonáltak, és akkor intézkedésre kérték a Feröer-szigeteki biztonsági szolgálatot, úgyhogy nem tudtuk kirakni ezt a zászlót ott sem, hanem ott akkor kézbe kellett fognunk, és akkor utána, a meccs után a kocsmába Csányi Sándornál el tudtuk mondani a panaszunkat. Tehát, de folyamatosan ez van, és tehát már unalmas is, tehát nem, mi nekünk ez egy szent zászló, nemzeti jelképeink vannak rajta, ráadásul egy régi szurkolótársunk, aki már nem él az ő emlékére, és hordjuk ezt, és ez azt jelzi, hogy ahol Újpest szurkolók a válogatott mérkőzésen ott vannak, ez jelzi a mi jelenlétünket. Ez semmi többről nem szól, nincs ebben politika, nem kötődik ez semmiféle párthoz, mozgalomhoz, semmi, tehát ezt hiába magyarázzák be, és akkor még mindig ezt szokták mondani a szekusok nekünk, hogy de hát megbüntet érte az UEFA. De ez egy hazugság, valóban. Ez az UEFA se tudja, hogy ez valóban a Magyar Labdarúgó Szövetséget több alkalommal büntette meg az UEFA, de soha nem ezért a zászlóért. Ezt akartam mondani. Mindig összekeverik. Tehát ezt a kettő dolgot, az, hogy mit tudom én, milyen rigmusok voltak, vagy mit tudom én, ki hány poharat dobott be, ezért valóban jár büntetés, ezzel nincsen semmi probléma, de az, hogy ezt a zászlót, ami nemzeti jelképeink vannak meg, az apostoli kettős kereszt és a Szent Korona, azt nem mossák össze ezekkel a büntetésekkel, mert nem igaz. Én vettem a fáradtságot, megnéztem x évre visszamenőleg az összes ilyen fegyelmi határozatot, amit az UEFA hozott a Magyar Labdarúgó Szövetség ellen, sehol még csak vizsgálat alatt sem volt ez a zászló, úgyhogy kikérem magamnak itt ezen a kamerákon keresztül, hogy hagyják békén a zászlónkat, most szeretnék normálisan hordani, úgyhogy nagyon kérem, hogy legközelebb ez ne okozzon problémát egyik MLS-es, meg egyik ilyen valtonos szekus vezetőnek se. Köszönöm szépen. Én az ellentmondást nem teljesen értem, mert úgy látom, hogy különböző típusú emberek különböző típusú céllal járnak meccsre. Tehát mondjuk a VIP-ban bizonyára sokan megfordulnak azért, mert ott szeretnének tárgyalni. Biztos vannak olyanok sokan, akik a családjukkal egyszerűen csak ki akarnak menni, és hotdogot enni, és megnézni a meccset. Meg vannak olyanok, akik szurkolni,
állva szurkolni, és különböző performanszokat végrehajtani szeretnének. Hoddoggal a kezedben is állva fog szurkolni egy válogatott meccsen, azt elmondom neked. Igen, igen, ez igaz. Szerintem akkor van ellentmondás ezek között, a csoportok között, hogy elkezdődnek a surlódások. De én a magyar meccseken nem annyira tapasztalok ilyen típusú surlódásokat. Sőt, inkább az a véleményem, hogy amikor elkezdődik ez a hangulatkeltés, az okozhat surlódást. Tehát pontosan ez generálhatja a rossz helyzetet, amikor elültetik a bogarat egy családapa vagy családanya fülébe, hogy hát akkor lehet, hogy azért mégsem megyek ki a meccsre, mert ott olyasmi történhet. De most elárulok egy titkot, tehát van, amelyik meccsen ilyen minőségemben vagyok kint, van, amelyikbe a kisgyerekemmel megyek ki, van, amelyikbe kapok egy VIP-jegyet, és akkor úgy megyek ki. Tehát ezek is összemosódhatnak mindenki más esetében, hogy éppen aznap azon a meccsen milyen minőségében megy ki. Történetesen én a magyar válogatott mérkőzésre úgy szeretek kimenni, hogy a barátaimmal sok százan, közösen, együtt, adott esetben az újpesti szurkolótársaimmal egyben állva, tehát, de mondom, ez meccsről meccsre változik. Lehet, hogy klubmeccsre máshogy megyek, tehát általában egyébként szeretek a kisfiaimmal menni. Tehát ott nem feltétlenül a szurkolótáborban. Lehet, hanyatlik a klubmeccs. Lehet, ezért is hanyatlik. De hát majd nem soká fölnőnek, és akkor majd átveszik a zászlót. A hazai média is, nem, én legalábbis úgy vélem, hogy az utóbbi években, tehát kisebb visszavett, vagy visszavett ebbe a szurkoló elkezdéséből. Inkább most már csak külföldi oldalakon lehet olvasni, elsősorban ugye angol oldalakon, német médiában, hogy na, megint megjöttek a magyar náció, szét fogják verni a helyet, ahol mennek. Nem tudom, itthon már szerintem annyira ez így nem. És ez nem az a helyzet, hogy akartam is említeni ezt a példát, hogy ez ugye fordítva szokott lenni, mert ahogy megérkeznek a magyar szurkolók valahol külföldre, különösen Németországban, ott azonnal elkezdik a baszogatásuk. Tehát ott rögtön, és most nem azért, de hogy most a probléma van a Nagy Magyarország drapival, és közben meg kb. Németországban megkötelezővé tennék a... Nem, mondjuk, szóval irónia érzék nincs, mert az, hogy egy politikai üzenetű karszalagot kb. Kötelező viselni a németeknél, én azt átgondolnám egyébként, mert tehát ezt mondta a magyar miniszterelnök is, ugye, hogy nem biztos, hogy ez ott egy jó vonal, de hogy miközben itt politikai üzeneteket akarnak kötelezően megjeleníteni, közben meg azonnal ráugranak a magyar szurkolókra. Tehát... Ugye Münchenről beszélünk, igen, például, ez egy csodálatos nap volt. Ugye mi 3 napot voltunk kint, első 2 nap semmi probléma nem volt a városban. Másnapra bementünk ugye különböző vendéglátóipari egységekbe, nagyon jól beszéltek a kollégák németül, tehát anyanyelvi szinten. Aztán egy óra sörözés után kiderült, ugye, hogy magyarok vagyunk. Szóval odajöttek, hogy bocsánat, záróra van. Mondom, délután 3-kor egy sörözőben? Hát jaj, most szólt a főnök. Oké. Tehát azt, amit kint tapasztaltunk, tehát az a felhergelt német nép. Tehát ugye raktak föl minket a buszokra. Azt, hogy megértem, nyilván meg volt ilyen, hogy buszokkal visznek egy meccsre, ez tök természetes dolog. De az, hogy a buszok előtt ilyen szőrös hónajú nők ott blengették a szivárványzászlóikat, meg ott mutogattak nekünk, tehát azt nem tudtam mire vélni. A stadionban meg ugye volt a végig a kezembe egy drapéria, amin a magyar népmeségből ábrázol egy királyfit és egy királylányt, azt néha, hogy megmutogattam ugye a németeknek, kifeszítettem. Aztán a legnagyobb meglepetésem, amikor mentünk ki a stadionba, 6 rohamrendőr ugye elkapott, egyből vittek be a fogdára. Mi is volt a szöveg rajta? Ez a mi életre szóló mesénk. Igen, ennyi volt rajta. Ezt a Kárpátia Brigád 2 tagja, most ahogy férj és feleség, ők nem tudom, egymásnak csináltatták, nem is tudom pontosan a történetét ennek a drapinak, de hát semmi mögöttes tartalma. Ezt megmutathatjuk egyébként itt közben, hogy... Igen, semmi mögöttes tartalma nem volt az egésznek. Először azt akarták rám fogni, hogy én letéptem a labdafogó hálót, azt mondtam, hogy nézzük vissza a videófelvételeket, tehát nem nagyon jártam a háló közelébe. Utána jött egy másik nyomozó és mutatta, hogy hát én izgatást hajtottam végre ezzel a drapériával, és akkor jöttek, hogy 1000 euró vagy 3 nap börtön. És akkor mondtam, hát azért nem szeretnék annyira börtönbe kerülni ki Münchenbe, hogyha inkább kicsengettem az 1000 eurót. Azt mondták utána, hogy kivizsgálják az ügyet, és hogyha mégis nekem lett volna igazam, akkor visszaküldik a pénzt.
hát abból még nem söröztem abból az 1000 euróból, de sajnos ez az eset is megtörtént, és most én ugye Angliában nem mentem ki, és kicsit a hátterébe ez a sztori is volt, hogy hát nem azt mondom, hogy féltem, de tartottam attól, hogy kint Angliában lehet, hogy ott is valami kis milyen kreált hülyeségért megint elvisznek. Mert egyébként van valamilyen adatbázis, tehát hogy téged Németországba bevittek a fogdába, az angliai stadionokban is bekerülsz? Nem az, már csak a közeg miatt is, ugye, mert ugye Angliába mentünk, ott, ahol már be vagy kategorizálva, hogy magyar vagy. Az elég gondolom, nem kint. És akkor bármi tudnak reálni ellen. Valóban, én voltam most kint Angliában is, tehát valóban olyan... Tehát egyrészt az, hogy tudják, nyilván ez a dolguk a magyar hatóságoknak, hogy azért képbe legyenek, tehát szégyen is lenne, ha nem lennének képbe arról, hogy kik alkotják ennek a válogatott mérkőzésekre járó társaságnak a magját. Ezzel nincsen semmi gond. Azzal már van gondom például, hogy amikor elmegyünk Angliába, és akkor olyan feliratok vannak a helyi kocsmákon, hogy csak hazai szurkolóknak. Tehát, és akkor igazából ezzel sincs gondom, de akkor miért engem neveznek rasszistának? Tehát, hogy tehát mindegy, sok sört nem tudtunk ott meginni Wolverhamptonba se, tehát ezen túl tudunk lendülni. De hogy van-e adatbázis? Hát például azt majd a nézőknek azt a képet majd érdemes lenne talán megmutatni, amikor az angol rendőrök egy ilyen kis füzetet nézegetnek, valamelyik szurkolótársunk fölöttük állt, és akkor lefotózta, és akkor hogy mik a tiltott szimbólumok. És akkor természetesen az én zászlóm is ott rajta volt, és akkor, amiről itt az előbb beszéltünk, de hát a nyilaskeresztes szimbólum mellett, meg ilyen mindenféle náci szimbólumok mellett, és hát kikérem magamnak, hogy ez a zászló, ahol nemzeti jelképeink vannak, egy ilyen füzetbe rakják be, és akkor még nem szóltunk egyébként a Fárénak a politikájáról, ugye az UEFA és az a Fáre, azt mondjuk el a nézőknek, ez a Football Against Racism in Europe nevű, hát én ügynökszervezetnek hívom őket, ők állítják össze az UEFA számára ezeket a jelképeket, nem csak a magyart, hanem úgy minden ország. Ezek aktivisták. Neki dolgozik az a csávó, akiről cikk is készült, hogy kint volt és onnan informálta. Bizonyára egyről beszélünk, tehát ez egy külföldről finanszírozott. Ez egy Wanzer szervezet egyértelműen. Neki köszönhetjük például kizárólag tehát csak ennek a szervezetnek köszönhetjük azt, hogy annak idején a magyar-román mérkőzés zárt kapus volt, és kénytelenek voltunk kivetítőn nézni sok évvel ezelőtt. Ez a szervezet semmi mással nem foglalkozik minden országban, mint hogy az ottani, többnyire jobboldali, döntő többségében jobboldali szervezeteknek a jelképeit, meg a különféle jobboldali történelmi szimbólumokat összegyűjti, és valami oknál fogva ők az UEFA-val nagyon jóban vannak, és egy ilyen együttműködési megállapodás keretében együttműködnek, és akkor az UEFA bemondásra elhiszi neki mindig. Az UEFA Fegyelmi Bizottsága ezt az ő általuk összeállított füzetből dolgozik, hogy ez tiltott, ez nem tiltott, ez tiltott, ez nem tiltott. És ez alapján osztja ki a büntetéseket. És felháborítónak tartom, hogy mondjuk ott van Csányi Sándor az UEFA elnökeként, és mondjuk őt ez nem zavarja. Tehát nem tudom hány éve van ott Csányi Sándor az Európai Labdarúgó Szövetség vezető testületében, és még egyszer nem hallottuk a hangját ez ügyben megnyilvánulni, hogy miért üldözi az UEFA a kifejezetten szinte csak és kizárólag a jobboldali szimbólumokat. Ez alapján ennek a szervezetnek a ajánlásai, idézőjeles ajánlásai alapján. Úgyhogy én ezt feláborítónak tartom, és azt is annak tartom, hogy a Magyar Biztonsági Szolgálat, meg az MLS hivatkozik erre a szervezetre, hogy amikor oda jön hozzánk intézkedni, de hát a Fárének a füzetébe is benne van. Hát álljon már meg a menet. 12 év nemzeti kormányzás után ez a szervezet egy hivatkozási alap lehet bármire. Nekem van egy kreatív ötletem, bár mondjuk a Nagy Magyarország nem tartozik ide, de hogyha pont a múltkor jutott eszembe, hogyha felfedeznek valamelyik szurkolótáborban valakin egy ilyen ázsiai napszimbólumot, akkor azt kell mondani, hogy hát a srác egy ukrán azovi drukker, hát most őt akarjátok bántani, érted? Akkor nem szabad elvinni, tehát vannak itt kiskapuk. Szóval azért furcsálom ezt az egészet, mert minden műfajnak megvan a sajátos logikája, meg a sajátos kulturális közege, és most nyilván, tehát ne beszéljünk mellé, nyilván a futball
többségében azért mondjuk jobbra húzó embereknek a világa. Ugyanúgy, ahogy mondjuk, nem tudom, a lakásszínházakban meg furcsa lenne titeket észrevenni, mint nem tudom, nagy lakásszínház drukkerek, érted? Tehát, de úgy, ugyanakkor ezzel együtt is ugye mindenki ismeri a szabályokat, és itt tényleg nem arról van szó, hogy nem tudom, a magyar szurkolótábor kifeszít egy óriási horogkeresztes zászlót és dobálja a karját a lelátón, mert nem ezt látjuk, hogy ez történik, tehát semmi ilyesmiről nincs szó. Tehát akkor nem tudom, tehát, hogy most a Csányit emlegeted, én abból, amit elmondtatok a személyes megbeszélés alapján, én inkább azt tartom valószínűleg, de lehet, hogy én jó hiszemű vagyok, hogy lehet, hogy ő nem foglalkozik ezzel ilyen mélységében, és valakik fontoskodnak ott az alatta lévő szinten, vagy ilyesmi, és ők találják ki, hogy ez a FARE nevű szervezettel együtt kell működni, ami tényleg, amit elmondtál, az alapján egy ilyen... Hát eleve a dolog logikája zavar engem. Tehát, hogy azért mondom, hogy Wamser szervezet, mert hogy most keresnek ilyen szimbólumokat, és érted. De ugyanez egy amerikai minta egyébként, ott is kitalálták ezt, hogy a Pepe a béka, egy rajzolt béka az egy gyűlölet szimbólum, és ezt a nem tudom, az a rágalmazás... Kínában meg a Mici Mackó is. Igen, a rágalmazás ellenes liga föltette a tiltott szimbólumok, egy rajzolt békát, hogy az egy ilyen riasztó történet. Tehát, hogy az a probléma ezekkel a szervezetekkel, hogy így bővülni fog a szimbólumok száma folyamatosan, amit ugye nem ez a probléma, az a szervezet csinálja a dolgát, ezért kapják a pénzt, de hát az MLS ne hivatkozzon már rájuk, meg az UEFA ne az ő könyvükből dolgozzon, én csak ennyit kérek. Meg ugye ezt a rasszista bélyeget is ránk nyomták ugye a magyar szurkolókra, ugye volt az a angol... Többek között az angolok. Igen, az angol, tőlük, meg a németektől azért ez nagyon... England 4 Racist, Racist Zero című számnak, vagy nem is tudom melyik újságnak volt a címoldal. Viszont ott ugye azt felejtették el, hogy volt az a ominózus gól, aztán a Sterling rúgta, a srác kijött a magyar szurkolók elé, mit tudom én, 30 méterre valami pólón valami mutogatott, valami üzenetet. Ugye nyilván később kiderült, hogy valami elhunyt barátja emlékezett meg, de hát, hogyha ez a srác, ez lehetett volna akár a Harry Kane, vagy a Maguire, az is meg, nem azt mondom, hogy helyes, de az is megkapta volna ugyanúgy a maga sörös porrait. Emlékezzünk rá, két hétre, azt hiszem Leverkusenben a Haaland rúgott egy gólt, azt olyan szinten megszórták sörös, mi az, poharakkal, ugyanúgy. Tehát, hogy hagyjuk már ezt, ebben szerintem semmiféle rasszizmus nem volt, annyi volt, hogy pár feldődött szurkoló éppen így gondolt, amit nem tartok helyesnek, meg kell dobálni a srácot. És de itt a sztori véget is érhetne, de sajnos ugye nem ért véget. És egyébként pedig, most kimondok olyat, lehet, hogy nem leszek tőle népszerű, de ha kapunk egy-egy zártkapus mérkőzést, akkor kapjunk egy-egy zártkapus mérkőzést, kit érdekel. Viszont szeretnénk úgy járni mérkőzésekre, mint ahogy most járunk, szeretnénk megtartani a szervezett szurkolást Magyarországon, és nem akarok néző lenni. Én a részese akarok lenni a válogatott sikerének, akár kívülről, akár a lelátóról, és nem egy egyszerű fogyasztóként szeretnék részt venni egy-egy mérkőzésen, mert nekem nekem és a szurkolótársaimnak, meg mindannyiunknak ez nem ad akkora élményt, mint az, hogy közösen több százan együtt lehetünk, és így fejezhessük ki a szeretetünket a hazánk iránt, a nemzetünk iránt. És ha ennek az az ára, hogy az ostoba UEFA a FARE-nak a ajánlásai alapján megbüntet néha egy-egy meccs, akkor büntessen meg, túl fogjuk élni. De ennek is az előnye. Emiatt engem, meg a barátaimat, meg a szurkolótársainkat ne üldözzön már senki itthon. Itthon a saját hazánkban azért, mert nemzeti jelképeket merészelünk használni a stadionon. Pont, hogy láttuk az angol meccsen, hogy az árkabus meccsnek az előnye is megvan. Tehát ugye beküldünk 30 ezer gyereket, és nyerünk 1-0-ra. Tehát ez win-win szituáció. Meg azzal se jártak sokkal jobban, ugye? Igen. Tehát a 30 ezer gyereken se jártak. Meg általában ugye a gyerekek fütyültek meg, jaj, édes. Hát de... meg igen, utána el akartak adni olyan dolgokat, hogy meg a himnuszukat fütyülték, és semmi ilyesmi nem történt, meg hogy... Hát ez később történt meg ugye rá. Az később, amikor ők fütyülték ki a himnuszukat. Én egy lépéssel hátrébb lépnék, én ezt az egész hisztit nem értem. Hát az, hogy ez nyilván a kultúrharcnak, meg egy identitás politikának újra a lényeget. Tehát... Hiszti van azon, hogy fütyülés, miért fütyült, miért dobálta meg. Én nem emlékszem, hogy 5-10 évvel ezelőtt ennyi
problémázás lett volna. Szerintem itt az a probléma, amit ezek a fára és a hasonló szervezetek, ugye, amit nem tudnak ellenőrizni, és nem tudnak ellenőrzés alá vonni, azzal van problémájuk. Tehát ugye az a helyzet, hogy tudod, a Facebookról le lehet tiltani embereket, de hogyha kimegy, nem tudom én, 60 ezer ember egy mérkőzésre, akkor azzal nem tudsz mit csinálni, érted? Most mit csinálsz 60 ezer emberrel, aki ott szurkol, és rigmusokat hangoztat meg, tehát hogy azzal nem tudsz mit csinálni. Szerintem ez a probléma. Tehát az a probléma, hogy valahogy kontrollálni kéne őket, meg kéne őket nevelni. És valószínűleg ez az, amire a szurkolók a legkevésbé hajlandóak, hogy őket neveljék meg ilyen szervezetek, tehát hogy azt nem nagyon szeretnék. Nyilván arról szól, hogy az autonómiákat üldözni kell, fel kell számolni, ami alulról jön, az gyanús már eleve, csak abba bízhatunk, amit felülről mi szerveztünk meg magunknak, tehát ezt a szurkolók értelemszerűen elvetik, és ellenállásba fog ütközni. Rész sikereket majd fog elérni az MLS, hogyha ilyen szándékai vannak, rész sikereket meg majd a szurkolók fognak elérni, és majd egymás óra alá tudunk majd borsot törni, és ebből fog állni a következő év. Sajnálatos módon én ezt vetítem előre, de nagyon bízom benne, hogy nem így lesz. Mindenki józanabbul belátja, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy mi is szabadon járhassunk mérkőzésekre együtt, csoportosan, szervezetten, ahol aztán élőképekkel, szervezett szurkolással buzdíthatjuk a saját nemzetünknek a fiait, és az MLS is belátja azt, hogy ez neki is az érdeke, hogy az ő terméke, nevezzük terméknek a válogatott meccset, tehát amit a televíziós társaságoknak mondjuk elad, sokkal jobban eladható, többért adható el, sokkal többen nézik meg azt, hogyha egy ilyen produkció van még a mérkőzés mellé társítva. Én sokkal szívesebben nézek tévén is olyan mérkőzéseket, ahol jó a hangulat, ahol látom, hogy ott készülődik már valami, mondjuk a lelátón meg ott, amit tudom én, a himnusznál ott majd fölfog. Azt hiszem, az angol meccsen lehetett hallani a magyar szurkolótábor, tehát érted azért. Azon gondolkodtam, hogy bocsánat, hogy beleszóltam, hogy ugye ott volt 65 ezer ember benne a stadionban a németek ellen, hogy vajon volt-e más incidens ezen a zászlós eseten kívül? Tehát én nem tudom, hogy rámerek rakni komoly összeget, hogy nem volt. Nem volt, és akkor itt akartam arra rákanyarodni, hogy a SECU egy napon, vagy egy meccsen mindig az éppen aktuális, legnagyobb megbotránkoztató dologra utazik rá. Hogyha a stadionnak a másik felébe lett volna egy, nem tudom, a büfénél egy tömegverekedés, akkor mindenki békén hagyott volna minket, újpestieket, akkor azzal foglalkoztak volna. Mint ahogy egyébként történt az Angliában, a Wembleyben, az emlékezetes tavaly októberi mérkőzésen, hogy ott is voltak szurkolótársaink, akik nagyon helyesen kifeszítettek egy olyan kis egyszer egy méteres zászlót, amin a térdelést kritizálták, tehát egy áthúzott térdelő pálcika ember volt. De bocsánat, ha térdelni szabad, meg ha szivárványozás, persze, az, akkor persze, szabad nekem az ellenkezőjét. Nekem meg ugye nem szabad elmondanom ezek a csatos véleményem. Tehát ők ugye társadalmi kérdésről beszél, én politizálok, hogyha De ugyanarról a kérdésről beszélsz máshogy, de aztán igen. Persze. És akkor ott is a szurkolótársainkat elkezdték ott nézegetni, meg már jöttek be a szekusok, azok akkor megint angolok voltak, ugye. De közben kitört egy majdhogy nem tömegverekedés a szektor tetején, ott a lengyel barátaink keveredtek konfliktusba egy hasonló ügy miatt. És hát akkor a figyelem akkor az oda terelődött, és akkor a mi barátaink megúszták ezt az incidens, tehát hogy mondom, a SECU az mindig az éppen aktuális, legnagyobb kérdéssel foglalkozik, hát és ezen a magyar-németen ez volt az éppen aktuális, a legnagyobb szabályszegés idézőjelben, hogy az újpestiek kirakták a Nagy Magyarországot ábrázoló molinójukat, ami 20 éve nem zavar senkit egyébként. Tehát, én csak arra célzok, hogy kicsit több mint 10 évvel ezelőtt, amikor játszottam a Fradiba, jégkorongoztam, akkor például mentünk Csíkszeredára játszani, akkor a Csíkszereda egy bajnokságban játszott, a felnőtt hoki bajnokságnak a része volt, talán most is az. Bajnokságot nyertek. És amikor mentünk le, akkor előre tudni lehetett, hogy oda ki fog jönni néhány ezer székely szurkoló, és a nyakunkba fogja locsolni a sört, és lehetett tudni, hogy februárban, amikor kimegyünk játszani, akkor a mi öltözőnkbe több mint valószínű, hogy elromlik a fűtés, és az előző napi edzés után jeges jégerbe kell majd kimenni játszani. De valahogy nem néztük, hogy milyen szimbólumok vannak a közönség soraiban. Talán a legerősebb politikai vonal az volt, hogyha nagyon mérgesek voltak ránk a szurkolók, akkor felcsendült a Gyurcsány képűek sálalálalá kezdeti nóta. De ez hogy nem hallottam még. És utána pedig jó volt a viszony a szurkolókkal, én még volt, hogy kaptam áfonyapálinkát is tőlük. Tehát, hogy valahogy, nem, valahogy úgy benne volt a játékban ez az egész, és most meg azt látom, hogy,
hogy talán több a cikk, meg a hír arról, hogy térdelés van, fütyülés van, locsolás van, szimbólumok vannak, milyen szimbólumok vannak a közönség soraiban, mint magáról a játékról, és számomra ez az, ami elkeserítő vagy szomorú. Hogy úgy látom, hogy a sportot felfalja a kultúrharca, hogy te mondtad. Hát ez egyértelműen kultúrharc, tehát ezt nem is érdemes tagadni. Hát ez van, ők csinálják az ő dolgukat, mi megcsináljuk a mi dolgunkat, és akkor ez találkozik. De persze, jobb lenne, hogyha csak a sporttal, meg csak a pályán történtekkel kellene foglalkoznunk. Azok az emberek, akik ilyenekre adják a fejüket, hogy mondjuk tiltakozást fejeznek ki a mondjuk a térdelés ellen, vagy a szivárványos propaganda ellen, nem jó kedvükbe teszik én szerintem. Tehát nem, tehát főleg úgy, hogy egyébként ennek mindig van valamiféle büntetés vagy konzekvenciája, tehát valami következménye ezeknek, hát ha valaki meg tudja úszni, ússza meg persze, de általában szokott lenni valami negatív következménye. Nem szívesen csinálja ezt senki. Szerintem, én legalábbis ahogy ismerem a szurkolótársaimat, mindenki szeretne a sporttal és a pályán történtekkel foglalkozni. Ehelyett a tényleg méltatlan dolog, hogy ezzel kell foglalkoznia mindenkinek. De nyilván hát ez egy ilyen média kampány is, meg ilyen globális mozgalom is, ami körülveszi ezt a térdelést, meg ezt a homokos propagandát. Tehát igen, ők csinálják az ő dolgukat, mi meg akkor csináljuk a miénket. Most ez így volt, így lesz. Lehet, hogy szerintem amivel sokkal nehezebben tudnak bármit is kezdeni, az az, hogyha egy kicsit... Mondjuk tudnak kezdeni, mert ez a mi életre szóló mesénk, azzal is tudtak mit kezdeni, de hogy szerintem ebből ilyen macskaegér harcot érdemes csinálni, vagy hát azt csinálnak belőle így is, úgy is, és minél viccesebben adják elő a szurkolók az üzenetet, szerintem annál jobb a történet. Mert egyébként, hogy mondjam, mindig a vicces üldöző, vagy ilyen, akit kergetnek és vicces, az lesz szimpatikus az embereknek, és nem a gumibottal hadonászó, ilyen haladó elmebeteg, aki éppen az új szabályát akarja beleverni a szurkolóba. Tehát szerintem azért jó, hogyha kreatív, meg ironikus a történet, mert akkor nyilván az, még hogyha elő is veszik érte az illetőt, akkor is... És nézzétek meg azt, hogy ezzel a egyszer egy méteres kis zászlóval mit lehetett elérni, ami ugye kim volt, az talán az EB-n is kim volt, meg kim volt a Wembley-ben is, meg a Münchenben is ott volt, hogy ide jön a német válogatott a Pride hónapjába Budapestre, ahol állítólag ugye üldözik a homoszexuálisokat, és akkor hát hol a kiállás részükről? Hát akkor most nem álltak ki a... Tehát itt, ahol köztudottan üldözik Katarban a... Katarban nem lesz ilyen. És hát ugye ezt akartam mondani, hogy Katarban ki miért is fog kiállni? Ki miért fog ott letérdelni? Senki nem fog se letérdelni, se szivárvány szint festeni magára. Tehát azért ennyit mégiscsak sikerült elérniük a magyar szurkolóknak. Tehát lázadni, ugye, tehát a hivatalos lázadás az ott könnyű, ahol nem érte retorzió, viszont jutalmat kapsz. Tehát, hogy mondjuk a Müncheni arénát kivilágítani szivárványosra, hát abban, milyen kockázat van benne. Szóval, hogyha azt tudnám díjazni, hogyha mondjuk Katarba úgy menne egy ilyen válogatott. Ahol tétje is van, ugye? Tehát talpig szivárványba, azt megnézni. A szurkolók is, meg a csapat is. És arról a német válogatottról beszélünk, akik 4 nappal előtte a hazai pályán az angolokkal játszottak, és női mezbe mentek ki a pályára. Ugye most van a női világbajnokság, gondolom azt is promotálták ezzel, de hát mégiscsak ugye egy férfi válogatott miért női mezbe lép pályára az angolok ellen, aki világított, szivárványra festett müncheni Allianz arénában. Tehát. És akkor 4 nappal később bejönnek Budapestre, ahol tényleg üldözik a magyar homoszexuálisokat, és akkor hol a kiállás a Pride hónapjába? Tehát... Igen, és ahol nem tudom, térdeltek most előtte? Nem gondolom. És nem is térdeltek. Nem is térdeltek. Lenyilatkoztam meccs után, hogy fantasztikus volt angolat a stadionban, és bárcsak ilyen körülmények között játszhatnak folyamatosan. Úgyhogy ez a magyar szurkolói társadalomnak igenis egy nagy eredménye, és innen gratulálok azoknak a szurkoltársainak, akiknek része volt ebben. Sőt, bocsánat, hogyha jól emlékszem, akkor Szalai Ádám mondta is, hogy nagyon köszöni a magyar szurkolóknak, hogy most Angliában, hogy azt mondta, hogy már akkor nyertek, ugye, amikor elkezdődött a mérkőzés, mert hogy nem ültek föl egyetlen provokációnak sem, úgyhogy
Nem, hogy arról van szó, hogy annyira gátlástalanok lennének a magyar szurkolók egyébként, hogy valami, most már valamiféle keretek közé kéne szorítani az ő tevékenységüket, hanem hihetetlenül fegyelmezettek, hogyha arról van szó. Erre hadd mondjak el röviden egy kis történetet. A tavalyi angliai mérkőzésen találkoztam egy brit újságíróval, a The Times-nak a nagyon híres egy futballszakírója, Robert O'Connornak hívják őt, és ő egy balos alapállású fiatal ember, velem egyidős, nagyon jó újságíró, és nagyon jókat szokott írni a futballról is, meg hát bejárta Anglia, meg Európa összes stadionját már, tehát tényleg több száz meccsen ott volt, és találkoztam vele Londonban, megittunk pár sört, és beszélgettünk így ezekről a dolgok. Nem értettünk egyet szinte semmiben, tehát ő szerint ez a térdelés ez jóba, ez nagyon jó dolog, és nem szép dolog ezt kifütyülni, meg ezzel ellen tiltakozni. És azóta így jóba vagyunk, beszélgetünk néha, és most ő egyébként West Bromwichban lakik, ami egy falura van, vagy egy város, szomszédos város Wolverhampton mellett, és akkor meghívtam őt, hogy Robert, gyere velünk a vendégszektorba, veszek neked egy jegyet, és akkor elkísérsz, és akkor majd te meg tudod állapítani, hogy akkor most ezek félkatonai, paramilitáris, sem tudom, ezek a fekete trikósok, akkor szerinted akkor ők mennyire nácik a te náci skáládon, vagy mennyi. És eljött, és nagyon megköszönte a jegyet, megittunk pár sört a meccs előtt, és mondta, hogy hát ő teljesen megváltozott az ő véleménye így a magyarokról, hát nyilván neki ez egy szomorú esemény volt. Hogy írt egy cikket, vagy nem? Nem, még azt várom általában, mert ígérte, hogy ír, de még nem kaptam meg, most nem tudom, hol jár ez a cikk. Ezt akartam én is mondani, hogy meg kéne írni azt a cikket. Megkeresem majd, azóta nem beszéltünk, de nagyon pozitív véleménnyel volt. Ő, aki abban a hitben volt, meg abban az alapállásból közelített a magyar szurkolókhoz, hogy itt milyen vérivó, szörnyűséges emberekből áll, és eljött, és nagyon jól érezte magát, hát nyilván azt leszámítva, hogy a hazája 4-0-ra kikapott, és ezt kénytelen volt velünk egy légtérben élvezni. Tehát, de most kicsit sajnálom azért. De Robertet bármikor szívesen látjuk Budapesten, úgyhogy ha jön, erre jár, akkor ismét a vendégem lesz, meg a közös vendégünk lesz, úgyhogy hát várjuk a cikket a Times-ba egyébként erről a meccsről, te valóban nem olvastam. Egyébként én ezzel kapcsolatban egy kicsit bizonytalan vagyok, hogy erre az egy jó reakció-e a beáramló kultúrharcra, hogy így nevetségessé tesszük. Szóval egy másik út lehet, de nem tudom, hogy melyik a jó, hogy egyszerűen ignoráljuk és megpróbáljuk a saját szimbólumainkat és a saját identitásunkat védeni. Tehát tiszta, hogyha egy nem tudom, külföldi stadion szeretnének szivárványos színű fényfestéssel megfesteni, mert nekik az az identitásuk, akkor fessék, az az ő stadionjuk. Akkor azt tegyék, csak mondjuk tegyék. Ugye ne egy Európa-bajnokság keretében, meg egy nemzetközi rendezvény keretében. Nem. Most a német-angolon volt kifestve. Hogyha az angol válogatott térdelni szeretne, mert lelkiismeret furdalása van, akkor térdeljen, szerintem ez az ő. Oké, aki fütyülni akar, az meg akkor az fütyüljön. Igen, tehát a problémám nekem is az, hogy lehet ez, tehát akkor legyen az a megállapodás, hogy akkor lehet térdelni, lehet szivárványos korszak, tehát lehet, mert ez politika, mind a kettő politika. Lehet politika, de akkor ilyen-olyan drapi is lehet, érted? Ennyire liberálisok vagyunk, akkor azt kell védeni. Mm-hmm. Tehát nem az ellenkező drapit támadni, hanem a saját drapit védeni, hogy ez lehessen. Hogy ez lehessen. De szerintem a Nagy Magyarország drapi az erről szól. És lehessen a Nagy Magyarország drapi is. Pontosan. Szerintem az, és hogy mi meg ragaszkodjunk ez. De egyébként a maga nemében nevetséges, hogy arról beszélünk, hogy lehet a Nagy Magyarország drapi egy futballmérkőzésen, nem? De egyébként ez mindent elárul a Valtorról, meg az MLS-ről, hogyha én ott egy szivárvány zászlót raktam volna ki mondjuk az újpesti szurkolótársaimmal, akkor bizony nem jönnek oda, nem kérdeznek föl, nem szólítanak föl. Akkor lehet, hogy ezt kéne csinálni. Nem, milyen viccesen, hogy akár... De mondok még egy jobbat, most ők pontosan ugyanúgy léptek föl, mint hogyha én ezt Romániába raktam volna ki Bukarestbe ezt a zászlót. Tehát egészen elképesztő, úgyhogy szégyellje magát a Valtó még egyszer, innen üzenem nekik. Perbe haragba állok velük, úgyhogy... Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és elfogadtátok a meghívásunkat. Nektek köszönjük szépen a figyelmet, még valami egyébként hajrá magyar válogatott és hajrá magyar szurkolók, hogyha már itt tartunk. Mi pedig elmegyünk most egy időre szünetre, nyári szünetre, és hát reméljük, hogy kicsit megújulva, felfrissülve térünk vissza majd ősztől. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!